Varga László. Konkrét volt a kérdés, megpróbálok nagyon konkrétan válaszolni. Nem mindig volt egyformán nehéz a lakáshoz jutás az elmúlt 40 évben. Sajnos ma a legsúlyosabb. 69, 70, 71-ben közel 100 ifjúsági lakást építettünk mi Lentibe. Akkor 10 és 15 hónap jövedelmével lehetett megteremteni azt az egyéni részvállalást, amivel be lehetett szállni az építkezéshez. A többi hitelből volt fedezve. Most több mint 10 év jövedelme kell ehhez. Tehát valóban borzasztóan nehézé vált és súlyos lett ez a helyzet. És hát ha vállalataink nem olyan állapotban lennének, amilyenben, akkor még vállalati hozzájárulásból is lehetne az előbb mondottakhoz anyagi eszközöket rakni. Tehát sajnos a helyzet súlyosbodott. Ennyire nehéz soha nem volt a múltunkban. Most nagyon nehéz. Egyet ehhez a közönyhöz. Többfajta okból táplálkozik ez. Van ennek egy természetes önfejlődése is. Amíg a bizalom, a félelmek feloldódása megtörténik, amíg látni fogják, hogy a helyi önkormányzatban, a közösségi ügyek eldöntésébe érdemes szólni, mert azáltal a közakaratnak megfelelően alakul az életünk. Vissza fognak szállingózni, de én hiszem, fiatalok, középkorúak, idősebbek is. De ezt az ígéretek teljesítése, a közös akarat megvalósítása tudja csak megteremteni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nem tudom, van-e valakinek még kérdése? Tessék parancsolni. Verdő János vagyok. Szintén Lentiből jöttem. Örülök neki, hogy ezeken a fórumokon együtt vannak a képviselőjelöltek, csak amiatt, hogy a lakosságot kevésbé terhelik, meg talán elvezetnek Európába bennünket ezek az együttes fórumok, hisz visszafogottabbak. Az indulatok most is itt feszültek a sorok között, ahogy hallgattuk. Elég sajnos, hogy a régóta ilyen szempontból kell foglalkozni. De én úgy gondolom, hogy a jelennel érdemesebb foglalkoznunk, mert ha ezt most nem tesszük, akkor újabb 40 év múlva hasonló gondok miatt ugyanilyen problémákkal ülhetünk. Emiatt én szeretnék kérdezni a ott ülő képviselőjelölt uraktól, akit érint a kérdés, azt kérem válaszoljon. Az első az, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a politikai egyeztető tárgyalások, amelyek állítólag a népért történtek, nem kerülhetnek nyilvánosságra. Tehát akiért szól, az nem ismerheti meg. Ez az első kérdésem. A második, az SZDSZ-től szeretném megkérdezni, hogy hogy látják ők azt az ügyet, ami a népszavazáshoz kapcsolódott, hogy a köztársasági elnököt a nép válaszol. Amikor ez kérdés lett, akkor azt mondták, az időpontot vitatják, nem pedig azt, hogy a nép válaszol. Most, amikor az országgyűlés ebbe döntött, az SZDSZ keményen ez ellen szavazott. Tehát akkor szeretném tudni, hogy ők hogy látják ezt a kérdést a mostani helyzetben. A harmadik kérdésem azzal kapcsolatos, hogy ma napjainkban hallhatjuk, hogy csak 3,5 pártprogram létezik. Ezek közül az első az MDFP, a második az SZDSZ, a harmadik a Fideszé, a fél pedig a kisgazdapártnak a programja. Tehát akkor ezek szerint a többi pártnak nincs programja, ha csak ezek vannak. Vagy ez nem a múltból táplálkozó kizárólagosság kérdése, hogy a többi program nem használható semmire, mert én úgy érzem, hogy a önök, akik ott most ülnek, mindegyikük valamilyen program mögött felsorakozott, sőt, hozzáférhető, tanulmányozható, emberek által megismerhető. Tehát mindenkinek van programja, és ez félő, hogy megint nem az igazságot akarja néppel megismertetni, mert a jelenlegi viszonyokról adunk tovább képet azoknak az embereknek, akik nem foglalkoznak rendszeresen politikával. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor mindenkinek tették fel a kérdést, hogy nem kerülnek nyilvánosságra politikai egyeztető tárgyalások anyagai, miért? Rövid válaszokat, ha kérhetnénk. Kezdjük ott, jó? Én magam legmesszebb menőkig híve vagyok, hogy ezek valóban a népre tartozó megállapodások. Igenis ismerje meg a nép. Én magam a saját pártomon keresztül, a saját hitemmel a nyilvánosságra hozatal mellett vagyok. Nagyon határozottan. Fidesz? Én is a nyilvánosság mellett vagyok, de hogy miért nem került egy nyilvánosságra, nem tudok válaszolni. Igen. Agrárszövetség. Egyértelműen nyilvánosságra kell hozni, de ha a pártok között volt olyan megállapodás, hogy egy bizonyos stádiumig nem hozzák nyilvánosságra, akkor talán érthető, hogy valami egyesség miatt nem hozták nyilvánosságra. De az Agrárszövetség egyértelműen amellett voksolna, személy szerint én is, hogy nyilvánosságra kell hozni. Keresztény Demokrata Néppárt. Én a pártomból erről nem értesültem. A személyes véleményem az, hogy minden a nyilvánosságra tartozik. Magyar Néppárt?
Én is csak azt tudom mondani, amit itt az előbb az Agrárszövetség képviselő jelöltjétől hallottunk. Tudomásom szerint egy előzetes megállapodás úgy szólt, hogy ezeknek a tárgyalásoknak az anyagát egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Én meg kell, hogy mondjam, az újságokban nem találtam meg a magyarázatát annak, hogy miért nem. Különben én is csak azt tudom mondani, amit itt az előbb hallottunk. Szívem szerint szívesen elolvasnám. Már csak azért is, mert hogyha a nép megtisztel bennünket azzal a bizalmával, hogy itt hallgat bennünket, és szavaz ránk, ajánló cédulákkal támogat bennünket, akkor föltételezhetően azt látja bennünk, hogy majd valamikor érdekeit képviseljük, vagy képviselhetjük a parlamentben. Ott pedig amúgy is elénk kell tárni bizonyos dokumentumokat, ennélkül ugyanis felelősséggel nem tudunk dönteni. Tehát az, hogy most az ember itt van, vagy ott van, most 40 éves, vagy 25 éves, vagy 18 éves, nem lehet ezen az alapon kizárni az információkból. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az átmenetnek a gyermekbetegsége. Föltételezhetően ezen is túl leszünk, és sikerül kicsikarni valamiképpen, valamikor ezeket a dokumentumokat is. Egy a félő, hogy addigra elvesztik újdonságtartalmukat, és hírértékük jelentősen csökken majd. Én igazán ettől félek, nem attól, hogy nem tudjuk valamikor majd a demokráciát egy kicsit teljesebbé tenni. Köszönöm. Hazafias választási koalíció. Mindenképp a nyilvánosság mellett voksolok, de tovább nyilvánosságot, amit Németh Miklós beterjesztett, és másrészt viszont szomorúan veszem azt, hogy csináltunk egy Dunagét ügyet, aztán most Németh Miklós csinált, általam vettem kicsit mondva, csinált ügyet, és attól tartok, hogy a választásokig nem ez lesz még az első és a második trükk. Lesznek itt még trükkök, csak figyeljenek önök. Köszönjük, SZDSZ. Pontosan ugyanezért azt csatlakozom a többiekhez, hogy a nyilvánosságnak vagyok a híve, tiszta vizet kell önteni a pohárba, és akkor válaszolnék is az ön kérdésére. Az első igenes válasz ugye a lényeg. A népnek azért kellett, és nem az országgyűlésnek szavaznia, mert az országgyűlésben 20-30 éve bérlettel rendelkező egypártrendszerű emberek ültek, akik szavazógépként felszokták emelni a kezüket. És az ország első embere valószínűleg egyértelműen egy egypártrendszernek a rendkívül jól menedzselt embere lett volna. Esélyegyenlőségről itt szó nincsen ezek után. És azért változott, idézőjelbetével változott az álláspontja az SZDSZ-nek, valójában ugyanez a gondolatmenetnek a logikus folytatása, hogyha majd, és most az történik, ha nem manipulálják majd a szavazatoknak a számlálását, reméljük nem fog megtörténik, tehát hogyha egy tisztességes, demokratikus, többpártrendszerű választás van, akkor elvben és reméljük a gyakorlatban is az országgyűlés képviselő testülete a nép akaratát fogja kifejezni, és ennek lesz majd a tisztje választani. Köszönöm. Ennyi, és akkor még egy kérdés talán befejezésül. Az volt az egyik néző kérdése, hogy a többi pártnak most akkor nincs programja, MDF, SZDSZ, Fidesz, félig a kisgazdapárt kivételével. Erre mit tudunk mondani? Agrárszövetség, parancsoljon. Kérem, az Agrárszövetség a bevezetőben bátorkodtam mondani, hogy nem párt, de határozott, kis kidolgozott álláspontja van, gazdasági programja van. Igaz, hogy az elsősorban mezőgazdasággal összefüggő program. Kérem, az Agrárszövetség nevében nyugodtan kijelenthetem, hogy az Agrárszövetségnek olyan kidolgozott mezőgazdasági programja van, amit már egyik hozzászólásomban bátorkodtam mondani, hogy a 20-21 millió bruttó adósságállománynak egyharmadát, ha az ágazatra rátestálják, de akkor minden jövedelmet, exportjövedelmet és a belföldi ellátásból adódó hát, jövedelmeket is, ami eddig is hát azért az agrárszférába, élelmiszeriparba felhalmozódott, vissza tudná fizetni 5-6 éven belül.